Sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit innen a budapesti Home Expo-ról. Egy nagyon érdekes és praktikus rendezvényre látogatunk most el, és ajánlom, hogy tartsatok velünk, mert hogy attól nagyon praktikus ez a rendezvény, mert mindenki szereti tesztelgetni, ízlelgetni, próbálgatni a különböző termékeket, és azt gondolom, hogy azért a bolygó nagy része nagyon szeret mozogni is. Most ezt a kettőt itt csodálatosan össze lehet kötni a Brandtester Park Budapestben. Számos standon lehet nézelődni, és számos mozgásformát lehet kipróbálni, hogy milyeneket is, azt már is mutatjuk, tartsatok velünk. Egy fantasztikus újabb kínzóeszköz jelent meg a fitness piacon, nagyon jó a neve, nekem ez alapvetően tetszik, a Gym Stick. És szerintem akkor mutassuk is begyorsan a nézőknek, hogy mi is ez az eszköz, és egyáltalán hogy kell használni, hogy első ránézésre teljesen egyszerűnek, könnyűnek, jól hordozhatónak tűnik, de mit tud, mit kell vele csinálni? Ez a Gym Stick Finnországból származik, ez egy nagyon innovatív sporteszköz. Lényegében egy üvegszálas botról van szó, és a gumiszalaggal ötvözték. Teljes testreható gyakorlatokat tudunk vele végezni, teljesen baleset veszély nélkül, hiszen, már mutatom is, a gumiszalagok megszabják itt a gyakorlatoknak az útját. Wow, fantasztikus, befűzöd a lábadba, igen. Igen. A lábfejünkre, és a bottal tudunk dolgozni. Kar, vál, illetve egy kis gerinctartó izomzatot tudunk vele erősíteni. Guggolásokat lehet végezni. Fantasztikus, fantasztikus. Ezek a finnek mennyire fantasztikusak, ugye? Így van, nagyon kreatívak, és szerintem az egyik legjobb sporteszköz a világon. Bár egy kicsit elfogult vagyok. Hát nyilván. No, de mi mennyire vagyunk fit nemzet, mi magyarok? Úgy gondolom, hogy egyre fittebbek vagyunk, és hála a sok-sok sportrendezvénynek, illetve ennek a Brandtesternek is, ahol ki lehet próbálni ezeket az eszközöket. Hiszen valljuk be, hogy mindaddig egy kicsit távolságtartó az ember, amíg nem ismeri az eszközöket, és mi nagyon hálásak vagyunk ennek, hogy például ki is lehet próbálni ezeket az eszközöket, és így egy kicsit közelebb kerül hozzá az emberünk, és ezáltal kedvet kap a csoportos edzésekhez is például, férfiak és nők is egyaránt. Talán ebben az is jó, hogy nyugodtan kivihetjük magunkkal a szabadba, a természetbe, és akár a friss réten is végezhetjük ezeket a gyakorlatokat. Abszolút. Én kifejezetten azért is szeretem ezt az eszközt, hiszen nagyon kompakt, nagyon kis méretre is össze lehet csukni, bárhova el lehet vinni magunkkal. Én nagyon sokszor tartottam már egyébként szabadtéri edzést, kifejezetten azért, mert a friss levegőn sokkal könnyedebb, persze nem a legnagyobb melegben, mondjuk egy árnyékba húzódva, de sokkal könnyedebb és sokkal élvezhetőbb az, hogyha van egy kis levegő is körülöttünk.